Sok sikert hozzá! Balesetmentes közlekedés! Hivatalosan is birtokba vehették az egyenként több mint 9 millió forint értékű rendőrmotort a hatóság emberei. Kapcsolják is a megkülönböztető kék villogót. Ezt teszi lehetővé számukra, hogy egy dugóban például jóval gyorsabban tudjanak haladni autós kollégáiknál. Ezáltal pedig hamarabb tetten érhető egy jog- vagy szabálysértés, és hamarabb elkezdődhet a rendőri intézkedés. BMW 1250-es típusú motorkerékpárokat kapunk, ez a 4 motorkerékpár, gyakorlatilag 2021-ben már kaptunk ugyanilyen kerékpárt 2-t, így ebből a típusból, ebből a technikából van most már 6 darabunk, de hát ez egy kuriózum, hogy 4 darab motorkerékpár sikerült a megyébe hozni az ORFK beszerzésből, az 50 darabból, és így ebből a 17 darabra fejlődött a flottánk. Ezek egy nagyon jó motorkerékpárok, azért a korábbiakhoz képest, ami 2013-11-ben kaptunk, az 900-as, BMW 900-as típus volt, 900 köbcentis, ahhoz képest ez már egy óriási mérföldkő, nem csak a teljesítményből adódóan, magában a technikának a fejlődésében adódóan egy teljesen más motorkerékpárról beszélünk, mint a 900-as. Azok is jók voltak abban az időben, de most azért ez már egy tényleg 21. századi technika. Országosan összesen 280 kékruhás teljesít motoros szolgálatot. Mind megtett kilométerben, mind motorosok számában Pest után a Szabolcsi a legnagyobb rendőrfőkapitányság. Nyíregyházán és környékén az új járművekkel együtt már 17 kétkerekű van forgalomban, szinte egész évben. Ezek közül több mint 10 jármű 10 évnél fiatalabb. Az, hogy kaptunk egy új motorkerékpárt, személy szerint én is, az egy megbecsülésnek a jele. Az, hogy eddig jól láttuk el a szolgálatunkat, illetve megfelelőképpen dolgoztunk, valamint az, hogy tudunk motorozni, ugyanis sikeres vizsgát teszünk évről évre, és megfelelő képességekkel rendelkezünk arra, hogy ezt a motorkerékpárt használjuk. Ugyanis ez egy nagyon erős motorkerékpár, több mint 130 lóerővel rendelkezik, és meg kell gondolni az embernek, hogy hogyan közlekedik vele, nehogy minket is baleset érjen. A pálya alkalmassági vizsgálat során kifejezetten szigorúan nézik a reakcióidőtesztet, 10 másodperceket mérnek. Ez az egyik kulcs része a pávnak, aki ezen elbukik, nem használhat meg különböztető jelzéssel ellátott motorkerékpárt.